A régi iskola zászlót vivő diákok vezetik társaikat és az őket kísérő osztályfőnököket a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium ballagási ünnepségén. A 100 éves évfordulót ünneplő intézmény jubileumita névében számos rendezvényel ünnepelték a centenáriumot. Felavatták a névadó emléktábláját, jubileumi évkönyvet adtak ki, valamint megújult az intézmény tornaterme és a sportpályák is. Az elmúlt két évben a járványhelyzet nem tette lehetővé a ballagásokat, de ebben a tanévben méltó búcsút vesznek a végzősöktől. Ma 9 órakor 160.12-es sorakozik fel az iskola gyönyörűen felújított sportudvarán, hogy búcsút vegyen a gimnáziumtól. Féltjük őket, hiszen most egy olyan időszak áll mögöttük, ami a magyar közoktatás történetében nem adódott még, hiszen másfél évet online oktatásban töltöttek, viszont úgy gondolom, hogy a jelenléti oktatással igyekeztük pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek felmerülhettek esetleg az online világban, és elegendő tudást szereztek ahhoz, hogy nagyon sikeres közép- és emelszintű vizsgát tegyenek. A ballagási ünnepség résztvevőit köszöntötte dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is, aki szeretettel emlékezett vissza az intézményben eltöltött diákéveire, és kiemelte, az iskola olyan tudást ad a tanulóinak, amelyre későbbi tanulmányaik és munkájuk során is biztonsággal építhetnek. Azt gondolom, hogy egy olyan tudást szereztek itt a Vasvári Pál Gimnáziumban a hallgatók, a diákok, amelyet végig fognak vinni az egész életük során. Nagyon sok tehetséges fiatal van és volt az elmúlt időszakban. Ugye most egy centenáriumi évet írunk, és 100 éves a gimnázium, nagyon nagy múltja van, nagyon sok története van, és az látszik, hogy aki itt végzett, nagyon örömmel érkezik vissza. Az érettségiző diákok a tarisznyájukban sok értékes dolgot visznek magukkal a gimnáziumból. Az elmúlt 4 évben minden egyes értékes információt és tudást megkaptunk a tanárainktól, amire szükségünk lesz a jövő héten. Úgyhogy a gondoskodást, a törődést és minden hasznos tudást fogunk magunkkal vinni a következő években az egyetemen. Úgyhogy hálásak lehetünk a tanárainknak és az iskoláinknak, hogy itt tanulhatunk a Vasváriban. A mai ünneplést a jövő héttől komoly munka követi a középiskolákban. Kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Hétfőn magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, szerdán pedig történelem vizsga vár kötelezően minden ballagó diákra.